A 100 tagú cigányzenekar néhány tagja látogatott el március 5-én a Cifra György Kulturális Központba, hogy zenélés közben hallgathassák meg a színházterem akusztikáját. Nekem a szívemhez van közelebb a Cifra György Kulturális Központ, és a többségben a zenekarnak is nagyon imponáló, de nyilván még nem néztek körül, tehát akik még kicsit tartózkodóak, azok lehet, hogy egy pár perc múlva más lesz a véleményük, de mint a próbaterem és az akusztikával mindenki nagyon meg van elégedve. Igaz, hogy mi mindig a belső belvárosban próbáltunk, tehát 25 éve töltöttünk Erzsébetvárosban. Nyilván, hogy át kell állni, hogyha ki fogunk ide járni, de hát ez nem lesz probléma, már én hajlandó vagyok minden egyes próba nap előtt, vagyis minden egyes próba napon a Teleki tér, ahol általában onnan indulunk mindenhova, külföldre vagy itthon az országba is. Egy távolsági buszt bérelek és rendelkezésünkre áll, és oda felszállnak az emberek, és hozzák, és megviszik őket. Fél éve ez volt az első próbája a zenekarnak, hiszen a járvány miatt nem tudtak találkozni és gyakorolni. Nagyon örülök neki, hogy itt vannak. Eddig nagyon pozitívak azok a visszajelzések, amiket kaptunk tőlük. Egyébként ezt majd Beke Farkas Nándor, elnökük el fogja mondani, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyi idő alatt értek ide a belvárosból. Ezt most tesztelték, egy kis busszal jöttek, úgyhogy izgatottan hallgatom őket, és nagy élmény mindig, ha Dohnányi próba folyamatát figyelhettem meg outsiderként, vagy Balázs Jancsit, vagy Hegedűs Endrét, vagy Jandó Jenőt, az is mindig nagy izgalom, de hát ez most abszolút újdonság nekem is, és nagy élmény is, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek ezekben a pillanatokban, és nagyon remélem, hogy fogunk tudni segíteni, valami közös és szép dolog jön létre, lehetőség szerint az összes kerületi politikai erő támogatásával, illetve a kormányzat hathatós segítségével. Úgyhogy most mindjárt élesben is látható lesz, hogy hogyan születik a csoda, hogyan próbál a 100 tagú cigányzenekarnak is a legelitebb része. A zenekar vezetősége már azon gondolkodik, hogy hogyan tudnának minél gyorsabban beilleszkedni Budafok Tétény kulturális életébe. Magunkat ajánljuk, a 100 tagú cigányzenekart és a műsorunkat, a repertoárunkat, amit állandóan mindig frissítünk, és nyilván, hogy magyar nóta, népdal, cigánydal, esteket tudnánk kamarazenekari, komoly zenei meghívott művészekkel, akár jazz, klezmer, tehát nagyon színes a skála, és hát mindenképpen szeretnénk tevékenyen részt venni a Budafok és Tétény lakosságának a megelégedésére. A bejáráson részt vett Gazdik István, a Klauzárház igazgatója, és Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke is, hogy a jövőbeli tervekről beszéljenek. A Nagytétényi Polgári Kör székháza a Szelman Ház, és a Cifra Művelődési Központ egy picit távolabb van, bár ezen a zsebkendőnyi területen azt hiszem, hogy a jövőben többször lesznek közös akcióink. Itt most hirtelen éppen szüreti mulatság jutott eszembe, amikor felvonultunk, és eddig csak idézőjelben 5-6 cigány volt.
Most remélem, hogy a zenekarral kiegészülve kicsit többen leszünk a felvonuláson. Tehát én nagyon pozitívan gondolkozom, és barátnőmmel beszéltem a múltkor, aki azt mondta, hogy ha hallja a 100 tagú cigány zenekart játszani, akkor könnyes lesz a szeme. Nem véletlenül, hogy a Hungarikumok közé tartozik a 100 tagú cigány zenekar, illetve Magyar Örökség díjas az együttes, hiszen nekik valóban a vérükben van a zene. Nagyon jó hallgatni őket, nagyon jó hallani őket, és én azt hiszem, hogy intelligens emberekkel nagyon jó lesz a jövőben együtt dolgozni. A hosszú kihagyás után egy igazi örömzenélésnek lehettünk fül- és szemtanúi a Cifra Központban.